Haló? Haló. Jó estét. Jó napot kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatja problémámat. Sajnos még így nem tudtam erről senkinek beszélni. Arról van szó, hogy szüleim engem itthonról szabályszerűen így kidobtak, mert mondták, hogy meleg vagyok. És nem tudom, hogy egyszerűen most mit csináljak. Mert nem tudom. Szóval így arról van szó, hogy minden barátom kirekesztett engem. És nem tudom, hogy szüleim ez, hogy álljak eléjük, hogy mondjam nekik azt, hogy nem tudom. De azt mondja, hogy a szülei azért dobták ki otthonról? Igen, mert hogy én meleg vagyok. De ezt ők honnan tudták meg? Hát én elmondtam nekik, mert azt hittem, hogy így lesz a legjobb. Igen? De szóval nem így lett, mert kidobtak a végén. Van testvére? Igen, van egy bátyám. És vele milyen a viszonya? Hát ő már 23 éves is elköltözött tőlünk, de azért tartom így vele a kapcsolatot. És most hol lakik? Merre fele? A nagymamámnál, Nyíregyháza mellett egy faluban. És a nagymamája elfogadja önt így, ahogy van? A nagymamám persze, hogy elfogad. Csak a szüleim nem. Én azt hittem, hogy ez az egész jobb lesz sokkal, hogyha elmondom nekik, de egyszerűen így nem. De önnek biztos, hogy sokkal jobb, hogy ha úgy érezte, szükségét érezte, hogy elmondja a szüleinek ezt, hogy így gondolkodik önmaga felől, az, hogy a szülei így reagáltak rá, az nem ön tükrözi, ön korrekt, hát én úgy gondolom, hogy egy belső kényszernek engedett, mikor őszintén föltárta a szüleinek azt, amit gondol önmagáról, amit érez, és akkor örüljünk annak, hogy van egy ilyen nagymamája, aki így, ahogy van, elfogadja, nem ítélkezik, nem osztályoz, nem skatujáz, hanem elfogadta az ő unokáját szeretettel. Tehát tulajdonképpen akkor nem is kell szomorkodnia, mert van hol laknia, befogadta a nagymamája, és akkor örüljön ennek a szeretetnek. Nem egy kellemes érzés, hogyha az ember azt tapasztalja, hogy elfordulnak tőle emberek, mert ő őszintén megnyilvánul és elutasítják, de hogyha előbb-utóbb valószínűleg a szülei is megbékélnek, vagy fogják érezni, hogy van egy fiúk, akikben nem úgy viselkedtek, ahogy kellett volna. De hogyha van egy ilyen nagymama, akkor örüljünk annak, hogy egy ilyen szeretet van az ön életében. Nem? Igen, ezt értem, csak így az a probléma, hogy nekem most nagyon a szüleimre lenne szükségem, az anyukámra, és az édesapámra, és nem a nagymamámra. De a nagymamám is próbált már így beszélni velük, és egyszerűen nem lehet velük dűlőre jutni sehogy, soha többé nem akarnak látni. De most miért van szüksége a szüleire? Ezt nem tudom, ez egy ilyen belső érzés. Azért, mert elutasították és el akarja fogadtatni magát velük? Ő nem elfogadtatni, csak valahogy úgy érzem, hogy most, amikor a legnagyobb szükségem lenne rájuk, hogy ezen túl tudjak lépni, akkor pont kidobnak. A túl tudjak lépni az azt jelenti, hogy önmagát nem fogadja el így? Vagy gátlásai vannak emiatt? Én elfogadom magam így, és azt akarom, hogy ők is így fogadjanak el. Érti? Igen. Csak nem is tudok velük egyszerűen beszélni, hogyha meghallják a hangomat így a telefonba, már egyből le is teszik. Ha a nagymamám felhívja, akkor se akarnak vele beszélni. És önnek van munkahelye? Dolgozik valahol? Nem, én jelenleg tanuló vagyok. És jól tanul? Hát nem a legjobban. Mert tulajdonképpen, hogyha ezt az energiáját, amit a szüleire fordít pillanatnyilag, önmagára fordítaná, hogy gyógyítsa a lelki sebeit, tehát egy ideig emelkedjen túl ezen, ahogy a szülei viselkednek önnel, és a nagymamájára figyelne és a tanulmányaira, hogy azok rendben legyenek, akkor lehet, hogy olyan eredményt fog elérni, hogy majd büszkék lennének a szülei rá, önre, és előbb-utóbb megtörik ez a jég. Tehát, hogyha valaki ilyen szinten utasítja el tulajdonképpen előítéletek miatt a saját gyermekét, az nem önt tükrözi,
hogyha egy ilyen helyzetben így ébred a önön tudatára, hanem sajnos az ő elfogultságokat tükrözi, hogy elutasítják a gyermeküket egy szexuális hovatartozás miatt. Tehát, hogyha magához gyengéd akar lenni, és bölcs önmagához, mégiscsak arra buzdítanám, hogy ami a hivatása, a dolga, abba próbáljon ez esetben a tanulást. Igen, igen, teljes gőzzel erre figyeljen oda, hogy ott eredményeket érjen el, és jó eredményeket, ne sajnálja a saját magát, mert ki fogja berekedni magának az életbe azt a helyet, ami megilleti. Tehát azért, mert egy ilyen elutasításban részesül, ezt inkább egy lehetőségként tudom, hogy innen könnyű ezt mondani, és nagyon könnyű egy másik ember életébe egy úgymond tanácsot osztogatni, nem is tanácsot adok ilyen értelemben, hanem csak gondolkodjon el ezen, mint lehetőségen, hogy a saját erejét megpróbálja, hogy ilyen helyzetbe, mint egy ilyen elutasítást kap, akkor ne annyira az elutasítottra gondoljon, hanem arra, aki befogadja, aki elfogadja így, és itt az összes erejére szüksége van arra, hogy önmagát fölépítse. Tehát nem éri meg ezt a lelki energiát, hogy ennyi energiát, tudom, hogy ez könnyű mondani, de ugyanakkor az embernek nagyon fáj, de próbáljon egy picit tovább lépni, és ezt egy dobozba betenni ezt a fájdalmat, majd alkalmattán szembesülhet vele később, de az energiáit most ne erre fordítsa, hogy olyan embereket meg